Fontos megérteni, hogy nem fogsz tudni haladni, nem fogsz tudni hatalmas dolgokat létrehozni, amíg az alapok nincsenek rendben. Sokszor elég egy apró dolgot helyre tenni, és az egész folyamat a helyre kerül, például egy rendszerbe. Nagyon érdekes az, hogy akár így céges szinten, meg, meg így magánéleti szinten, például, amit én nagyon becsülök bennetek is, nikolettel, hogy soha nem féltek visszamenni az alapokhoz. És például ez nagyon érdekes volt, hogy amikor így el is kezdtünk együtt dolgozni, hogy, hogy volt egy nagyon nagy növekedés a cégben. És hogy ott volt mind a kettőtökben az a vágy, hogy jó, akkor menjünk vissza az alapokhoz is akár, és mindent a lehető legjobban csináljunk meg, hogy a lehető legstabilabban álljanak össze a dolgok, és a legapróbb folyamatokig. Itt Krisz, ez pedig a Nikolett.com podcast, ahol hetente jelentkezünk két epizóddal tudatosság, önismeret és fejlődés témában. Néha vannak vendégeink is, úgy, mint például ebben az adásban, ahol van szó hatékonyságról, profizmusról, hogyan térjünk vissza az alapokhoz, és emellett még a Nikolett.com légitársaságról is. Ha érdekelnek az infók, akkor érdemes egészen végighallgatni ezt az adást. Jó szórakozást! Én már nagyon vártam, hogy megvalósuljon ez az epizód, és nagyon örülök annak, hogy a következő vendégem, Velősi Kriszti, akivel a Nikolett.com-nál együtt dolgozunk, és ő lényegében így Nikolett, meg mellettem így a harmadik vezető a cégnél. Mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy az Operations részt viszi ő, de valójában, hogy egy kicsit szeretném jobban definiálni, akkor abba segít nekünk Kriszti, hogy amíg mi teremtünk olyan módokat, hogy tartalmat, online dolgokat, ő az biztosítja, hogy minden flottul működjön a cégnél, és annak örülök, hogy már egyre egyre van egyéb dolgokat is tudunk teremteni. Nagyon örülök, hogy itt vagy, Kriszti, szia! Sziasztok, szia Krisz, én is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Az az izgalmas, hogy hát most így ráhangolódva, meg ahogy így elindult ez az egész együttműködés, mi jó néhány évvel ezelőtt ismertük meg egymást, nem olyan nagyon-nagyon rég, néhányszor találkoztunk ilyen baráti alkalmakkor, és hát mindig így az volt bennem, hogy te vagy a profi projektvezető. És úgy voltam, hogyha bármikor, bármikor a jövőbe majd szükség lesz arra, hogy dolgozzunk valamilyen módon együtt, meg mindig úgy kerestem a lehetőséget, hogy milyen módon tudnánk együtt dolgozni, <laughs> és hát izgalmas módon ez tényleg meg tudott valósulni, és szerintem pont ez a jó, hogy, hogy nem a munka része, szóval nem csak az, hogy profi vagy, és tudunk valami izgalmasat teremteni, hanem az, amit amit létezel, az a minőség, az a, az a minden, az egy nagyon izgalmas dolog is így. Hát majd meglássuk, mit hoz ez a beszélgetés, de egy ezt lenne szuper jó kivontani, és egy olyan dologgal szeretném indítani, hogy így az életbe mi az, amit téged így mindig nagyon is lelkesített? Hát a folyamatos fejlődés, az egyértelműen a teremtés, ez a másik, és így a kettőnek, az egysége, tehát hogy úgy teremteni, hogy folyamatosan egyre jobbat minőségben, mindenben, igazából így kiskoromtól kezdve, így van bennem egy ilyen elképesztő, erős drive, így a folyamatos fejlődése az egyre többre, jobbra. Úgyhogy hát, talán ez. Igen, és a Valószínűleg neked is volt jó néhány fázisod, amíg ennyit yes. de pont tegnap volt egy beszélgetésünk, mert mondunk az irodába, és most terve van, hogy létrehozunk valami nagyon izgalmasat, és akkor beszélgettünk a profizmusról, mert ez mind a kettőnknek egy ilyen nagyon izgalmas témája, hogy egyrészt, hogy mi is hogyan válhatunk még profibakká, vagy esetleg hogyan tudjuk a körülöttünk élőket, vagy akikkel együtt dolgozunk, legyen azok belsős csapattagok, vagy külsősök, hogy Behozni az életükbe azt a, azt a jellegű még mélyebb igényességet és profizmust, és nekem mindig így valamennyire ez volt, mielőtt még nem kezdtünk el együtt dolgozni, hogyha úgy rád néztem, meg ahogy beszélgettünk, akkor a Kriszti profi. Ez így ott volt. És erről mesél hogy ez, hát mondtad már tegnap, de azért így ebbe a mm. ki régen, hogy ez, ki kirégen, hogy ez hogy alakult ki benned, ez a, a lehető legjobbra való törekvés, meg igény. Egyébként csak azt itt behoznám, Krisz, hogy nekem is így az életemben egyébként így te voltál az egyik olyan ember, akit mindig úgy néztem, hogy, hogy úristen, tényleg így bármi, amihez nyúlt el, ahogy beszéltél, tényleg amit léteztél, hát ugye ezt tudom neked is így visszajelezni, megmondani, hogy az ilyen ultimate profizmus, és, és még csak a korábbira reflektál, hogy én is nagyon, nagyon lelkes voltam, mert így régóta, amikor ugye csak barátok voltunk, hogy, hogy váó, milyen szuper lenne tényleg így együtt létrehozni valamit. És hát így a profizmus kapcsán, ez tényleg nagyon jó volt ez a tegnapi beszélgetés, ahogy egy ezt elkezdtük kibontani, és talán bennem így az maradt meg nagyon, hogy, hogy ez a fajta figyelem, hogy úgy mindenre kiterjeszted a figyelmedet, így akár az üzletben, vagy a magánéletben, és van egy ilyen folyamatos screenelés, hogy így, ez nem egy ilyen erőfeszítés, hanem csak így folyamatosan van így a tudatalattidba, vagy nem tudom, tudod, így az elmét hátsó részébe, egy ilyen folyamatos monitorozás, hogy mi, hogy el, van-e bármi, ami ugye, ahogy mi szoktuk mondani, a cégnél pingel, vagyis Igen. így jelez, hogy ú, ott, ott kéne egy kis figyelem, és valahogy ez nekem így nagyon-nagyon természetesen úgy folyamatosan ott van az életemben, és ahogy így élem az életem, csinálom a dolgokat, így olyan, mintha futna egy program a háttérbe, és így folyamatosan dobálja be nekem így az ötleteket, azt, hogy mi az, amit egy kicsit jobban lehetne csinálni, vagy vagy ki lehetne javítani. Úgyhogy talán ez a, ez a figyelem, ami ami szerintem így a profizmushoz nagyon-nagyon fontos, és egyébként ez egy érdekes dolog, mert, mert bennem is így sokszor meg felmerül ez a kérdés, tudod, hogy így ez amúgy minden emberben ott van-e, vagy, uh -huh. vagy akiben ott van, miért van ott, szóval ez egy, ez egy szerintem nagyon izgalmas dolog, mert szerintem például benned is, Legalábbis sejtem, hogy nem mm -hmm. tudom, még kíváncsi vagyok ebben, hát nem a volt Így, meg szerintem ez így izgalmas lenne. Meg szerintem az az izgalmas, hogyha ilyen emberek találkoznak, mert például Nikolett is, ő is profi. És amikor így hárman, akár így elkezdünk mondjuk erről a témáról mesélni, vagy beszélgetni, hogy milyen jövőt szeretnénk teremteni, akkor hát abból mindig ilyen gigantikus robbanás Igen, van. És az, abszolút. hogy hogyan tudjuk még durvábbá tenni, még ütősebbé tenni, és szerintem ez tényleg így vezetőként mind a hármunkban ott van, hogy, hogy ez a maximumot nyújtsuk, és az a legszebb az egészben, hogy ez szerintem mindenre kihagy. Hát nyilván, hogyha így hárman együtt csinálunk valamit, az így inkább a céges környezetben, sok-sok emberre, de ahogy így meséltél róla, folyamatosan így az volt bennem, hogy hogy ez nem valami, amit csinálsz, hanem amit létezel. Igen. És ugyanúgy ez a profizmus ott van az edzésbe is. Szóval, ha elmész például edzeni, akkor nem masszatolsz a súlyokkal, meg nem csak tologatod, hanem, hanem mész és oda teszed magad. Az rendesen meg van csinálva. Pontosan, és, és erről mesél hogy neked így az életedbe, hogy azon túl, hogy, mert sokan azt gondolják, hogy a profinak lenni a munkába, és nekem is egyébként tök izgalmas, mert van még korábbról egy-két olyan ismerősöm, aki mondjuk profi a munkájába, de mégis vannak olyan területei az életének, ahol, ami mondjuk szenvedő, szóval egyrészt azért mindenre kihat, de hogy mesélj erről, hogy a te életedben ez hogy van, hogy milyen profizmus még milyen módokon jelenik meg. Hmm. Hát ez, ez, például talán úgy jelenik meg, hogy így akár, hogyha mondjuk így a lakásnak a rendszerezését, vagy, vagy így a rendbetartását nézzük, vagy, vagy, ahogy mondjuk szervezem az időmet, például a naptáromat, tehát hogy minden, mindenhol ott van ez a, Optimalizálás, ez a kedvenc közös <laughs> szavuk, hát a muszáj volt kimondanom, És így próbálok így pár példát mondani például. Nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy így folyamatosan mindent rendszerbe lássak és átlássak, és azért mindenre van rendszerem. Uh -huh. Onnantól kezdve, hogy mondjuk tényleg hogy takarítom a lakást, hogy mikor mit teszek, vagy hogy tényleg így hogy szervezem a programjaimat, én mindent próbálok így rendszeresíteni, és ez lehet mondjuk egy olyan embernek, aki nagyon más mentalitású, vagy beállítottságú, olyan nagyon fárasztónak tűnhet. Uh -huh. De nekem pont ez adja így a könnyedséget, meg a szabadságot, hogy amint így rendszerbe, vagy keretbe rakok valamit, így ilyen nagyon-nagyon könnyedén átlátom, nagyon-nagyon könnyedén tudom így optimalizálni, uh -huh. vagy módosítani, hogyha valamivel nem vagyok elégedett. És, és valahogy ezt nem is tudom, hogy profizmusnak tudnám-e hívni, nem biztos, hogy ez teljesen ide tartozik, de, de folyamatosan van egy ilyen optimalizálás így az életemben, hogy folyamatosan nézem így az életterületeimet, az, hogy, hogy mit csinálok, hogy, hogy hol vagyok éppen azon a területen, és így van egy ilyen rendszeres folyamat, ahol, ahol ezt is így is és mindig nézem, hogyha valamivel mondjuk nem vagyok elégedett, mm -hmm. vagy vagy, vagy nem a legjobb, ami lehetne, akkor így folyamatosan így váltogatom a figyelmemet a területek között, mert az azért fontos ö, kimondani, hogy szerintem olyan nem létezik, hogy, hogy ilyen ultimate tökéletesség, amikor tudod valakinek minden életterülete a legprofibb, a legjobban össze van rakva, hanem így nekem az volt így a tapasztalatom, hogy, hogy általában egyszerre így egy vagy két terület, amivel így teljes fókusszal ö, tudok figyelmet fordítani, és akkor kicsit úgy képzeldem, most így a hallgatok hallgatók, nem, nem látják, hogy így mutogatok, de mintha így lenne egy ilyen, tényleg ilyen több oszlopból álló skála, és akkor elkezd ugye így nagyon kirívó mondjuk egyik életterületemnél, hogy valami úgy alakul, hogy érzem, hogy na, ez nem az, amit így létezni szeretnék, vagy élni szeretnék. És akkor mondjuk oda átviszem a figyelmemet, akkor a többi életterületet uh -huh. meg így szinten tartom. De ott is ott van ez a, ez a fajta rendszer, csak ott úgymond nem aktívan fordítok figyelmet uh -huh. arra, hogy mondjuk így földsúly jobbak legyenek a dolgok. És akkor mondjuk az az életterület, ami meg így tényleg így kirívó, vagy úgy, úgy ott van a figyelmemben, akkor oda tényleg ilyen extra fókuszt helyezek, addig, amíg nem stabilizálódik, Igen. vagy, vagy nem olyan lesz, ami, ami tényleg talán így a számomra épp ott az adott ponton így, így megfelelő, és akkor így, így ugrálok tényleg így a területek között is. Az érdekesebb ebbe az egészbe, hogy, hogy ez így teljesen így, így automatikusan történik bennem, tehát ezt mondjuk így így ne is úgy kézeld, hogy mondjuk így leülök hetente, és akkor mondjuk így listázok, vagy átgondolom a dolgokat, ezt így, ezt így nehéz megmagyarázni, mm -hmm, nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy például nálad ez így hogy jelenik meg. Mesélsz erről egy kicsit, mert engem nagyon igen, érdekel. Mesélek erről, meg az, hogy így hogyan változott nekem az életem, de még előtte azt megosztom, hogy közben itt mosolyogtam magamba, mert az előző epizódban Péter Filili volt a vendég, és ott nagyon arról volt szó, hogy ez a szabadáramlás, flip, hogy ebbe a mindennapokat. És ami a vicces, hogy ti nagyon jó barátnők vattok. Igen, igen, és igen. Hogy, és hogy mégis az, hogy két totálisan másképp működő ember, nyilván ez nem kérdés, hogy lehet-e jóba, csak az az, hogy, hogy mindenki tiszteletbe tartja a másikat. És szerintem Aszol. ugyanúgy például így az életbe is, mert mondjuk a céges környezetet nézzünk, akkor mondjuk én és Nikolett tök másképp működünk. De mind a ketten teremtünk, meg ugyanúgy, ha hárman nézzük, még, még mi azért szeretjük a rendszereket mi ketten de azért még, még, így is sok különbözőség van, hogy ki hogyan szereti a rendszereket, és én régebben én nagyon bele voltam buzolva a rendszerekbe. Szóval nagyon arról szólt az életem, az optimalizálásról, a fejlesztésről, és egyszerűen ott volt bennem ez az igénye jobbra, aztán utána ez azért megváltozott, amikor így mindent el tudtam engedni, és utána már megvolt az a választásom, hogy hogyha valamit szeret, valamire szeretnék létrehozni egy rendszert, akkor létrehozok. És azáltal fel tudom szabadítani az elmémet. Most hmm. példát mondok egy naptár. Az, hogy nem kell gondolkodni róla, írogatni, vagy például én úgy vagyok a feladatokkal, bármi, ami fölmerül, én azokat nagyon könnyen elfelejtem. Éppen ezért, ha valami fölmerül, én azonnal fölírom. És akkor mondjuk este vagy reggel, amikor úgy van rá terem, akkor így összegzem. Mi az, amit megcsináltam, mi az, amit még nem, és akkor sokszor van olyan, hogy nem tudom, nem kezdek vele semmit, és akkor az eltűnik, és akkor nem is fölöslegesen foglalkoztam volna vele. És nekem ez időszakosan változik. Szóval valamikor igénylem azt, amikor nagyon precízen, pontosan ott legyen előttem minden feladat, valamikor meg azt mondom, hogy most nem érdekel semmi, most csak megyen, megyek az áramlással, és ezt érzem én egy nagy értéknek az életemben, hogy ezt meg tudom tenni, azért mindig a mutató inkább így a rendszeresség, meg a rendszerezettség felé mutat, mert egyszerűen szeretem. Szóval szeretem azt, hogyha rendben mennek a dolgok, és ez kihat az edzésre, és például nagyon szeretem az edzést, de nem igényelem azt, hogy például az edző átküldje, hogy Krisz erről a hétről, erre a hétre így fejlődtél. Nem érdekel, nekem az bőven elég így az edzés hogy ott vagyok, élvezem, rendszeresen megyek. Egy héten elmegyek négyszer, ötször, hatszor, ahogy éppen kijön, megcsinálom a házi feladatot már, mint az, hogy oda megyek, edzek, és akkor utána megyek a dolgomra, és jönnek az eredmények. És az életbe is ezt érzem a rendszerekbe, hogy sokszor elég egy apró dolgot helyre tenni, és az egész folyamat a helyre kerül, például egy rendszerbe. Hogyha, nem tudom, reggel fölkelek, és valami, nem tudom, nincs úgy áramlásba, lehet, hogy két dolgot másképp kezdek el csinálni, és azonnal flóba vagyok. Lehet, hogy valakinek ez, hogy kávét igyon, lehet, hogy valamikor, hogy ne igyon kávét. És szerintem ez egy izgalmas dolog, hogy, hogy rendszerben élni, vagy ezeket a rendszereket működtetni, vagy hagyni működni, és mellette pedig követni az energiát. És tudom, hogy te is jó vagy ebben, meg egyre jobb vagy ebben, és nagyon durva látni ezt a változást. Hát ez <laughs> Meg igen, hogy az elmúlt fél évben nagyon durva látni ezt a változást, hogy, hogy, te is mennyire sokkal inkább kérdésből működsz, és hogy nekem ez volt itt nagyon megdöbbentő, hogy, hogy milyen gyorsan, szóval nem akarod megérteni, nem állsz ellen, hanem azt mondod, hogy jó, Nézzük meg így, csináljuk így. Mm. És nekem ez volt ilyen nagyon hogy, hogy wow tényleg ez a nyitottság az ott van benned. Hát köszönöm, hogy ezt behoztad, Krisz, meg, meg még így az áramlásra visszatérve, hogy az jött föl bennem, hogy és szerintem ez is nagyon fontos így a struktúránál, meg a, meg a rendszereknél, hogy hogy ott legyen az a szabadság, hogy, hogy az is a rendszer része, hogy mondjuk kitrőlsz bármit a naptáradból, vagy, vagy utolsó pillanatban, amikor azt érzed, hogy máshoz van szükséged, vagy, vagy más az, ami ami tényleg így most ott többet teremtene, akkor, akkor hajlandó vagy így bármit elengedni, vagy, vagy kitörölni. És talán tényleg ez az a szabadság, ami, amiben szerintem így mindketten nagyon szeretünk létezni, hogy ott van a struktúra, meg ott van a rendszer, de bármikor hajlandóak vagyunk ezt, ezt felülírni. És az abszolút igaz így a céges dolgokra is, és, és ebben én nagyon-nagyon sokat tanultam tényleg így tőled, meg Nikolettől, és így sokszor tudod így eszembe jut az, hogy mondjuk tudod így jönne mondjuk egy külső szakértő a céghez, vagy nem tudom, tudod, így, így be, bepillantást nyerne, hogy így hogy működünk, mi, mi hogy, hogy teremtünk itt, akkor ez lehet, hogy elsőre ilyen nagyon-nagyon furcsa, vagy, vagy ilyen érthetetlen lenne. És emlékszem, hogy, hogy én is, amikor, amikor így elkezdtem veletek együtt működni, úgy ott volt bennem az, hogy hogy itt szerettem volna megérteni, hogy, 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 mi ez itt, így hogy működnek a, a dolgok pontosan, és így, és az egyértelmű volt, hogy, hogy így mindig olyan szempontból az eredményt nézem, hogy itt hogy nem pont ez a rugalmasság, amit ami te is ide behoztál, hogy, hogy szerintem kevésbé fontos az, hogy most hogy jutunk el oda, ahova szeretnénk, hanem, hanem tényleg így figyelni azt, hogyha, hogyha ott van egy eredmény, hogy jól működnek a dolgok, akkor akkor felesleges azon agyalni, hogy mondjuk külső szemmel most akkor az hogy néz ki, vagy tudod, hogy egy cégnek most akkor hogy kéne a nagykönyv szerint mm -hmm. működnie és így sokkal izgalmasabb tényleg azt felfedezni, hogy így hogyan tudjuk így együtt, meg céges szinten is így folyamatosan transformálni és meghaladni magunkat, és ehhez egyszerűen elengedhetetlen az, hogy bármelyik pillanatban bármit képesek legyünk átírni, elengedni, megváltoztatni, és talán, talán így, így azt, azt érzem, hogy erről sokat beszéltünk, hogy ez a 2023-as év, ez egy ilyen nagyon izgalmas tanulás volt így, így mindannyiunknak, és és most meg elképesztő látni így 2024-ben, hogy így, hogy mennyire felgyorsultak ezek a akár döntések, akár új irányok, akár teremtés. Szóval ez, ez most engem is nagyon-nagyon durva lelkesít. Még arról mesél, légy szíves, mert szerintem azért, aki például nem ismert téged, meg, meg kicsit érdekli jobban az, hogy te ki vagy, hogy amikor mi megismerkedtünk, akkor te jogaterápiával foglalkoztál, tartottál programokat, akár Igen. ilyen egyéni folyamatokat is. Erről mesélj légy szíves egy kicsit, hogy az is egy azért egy tök más világ, Igen. mert azért volt neked egy múltis része is Igen. az életednek, szóval mesélj erről, hogy most nyilván ez tök jól hangzik, de azért valami elhozott ide. Igen, abszolút. Hát egy kicsit így, én így ketté osztanám így a, így a lényemet, és az egyik az, a, az ilyen üzleti, rendszer szerető tényleg itt nagyon-nagyon lelkesít a matek, a számok, az optimalizálás, <laughs> és a másik részem az meg, az meg tényleg így a, hát kicsit így én úgy hívom, hogy ez a segítő szakmában tevékenykedő részem, ahol meg nincsen rendszer, csak, csak tényleg sokkal inkább jelenlét, meg, meg tényleg az a fajta áramlás, amit mondjuk én is így bekapcsolódok, amikor így foglalkozok valakivel, akár egy ilyen egyéni folyamatban. És nekem az életem során ez egy, ez egy, nagyon érdekes dolog volt, hogy így, hogy így hogyan tudom ezt a két oldalamat, ami így látszólag nagyon-nagyon különböző, vagy nagyon-nagyon távol áll egymástól így, így integrálni. Uh -huh. és, és hát nekem is volt így több ugrás így a, akár így a karrieremben, vagy vagy így a hivatásomban, hogy valamikor így az üzleti oldal kapott nagyobb szerepet, valamikor ez a jóga, önismereti vonal, és, és ugye ez szépen így épülgetett egymás mellett, és először igen így jogaoktatással, meg jogaterápiával kezdtem el foglalkozni, és volt egy, egy, pont, ahol, ahol így azt vettem észre, hogy voltak egyéni klienseim a jogaterápiában, és akkor mindig mondták, hogy ott voltak ugye, mentünk a terápiás folyamattal, és akkor mindig mondták, hogy, hogy hát, ó, Kriszti, nem beszélgetünk inkább, és akkor az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy így az elején ugye volt bennem egy ilyen feszültség, úgymond, hogy hát nem haladunk, hát ott vannak a fájdalmak, ott vannak a problémák, hát haladni kéne. És valahogy egyszerűen ez így nagyon organikusan kialakult, hogy, hogy az emberek inkább azt választották, hogy csak üljünk a fűbe. Egy nagyon szép kis par volt, ahol lakó, tartottam a, ezeket az alkalmakat. És, és aztán volt egy pont, ahol így, így elengedtem az egészet, és így rájöttem, hogy, hogy amúgy már lehet, hogy nekem nem az a legigazabb út, mm -hmm. hogy akkor úgymond így a test oldaláról foglalkozom emberekkel, hanem, hanem sokkal inkább így ez a, ez a mélyebb beszélgetés az, ami az ami engem nagyon-nagyon lelkesít, és akkor így elkezdtem ebbe az irányba képezni magam, és, és igazából most már, hát majdnem, hogy százszerzelékben csak coachinggal foglalkozom, ugye ez egyeni folyamatok keretein belül, bár ezt is így hozzátenném, hogy nem százszázalékos tiszta coachinga, hanem sokkal inkább ilyen mentoring kötőjel uh -huh. coachinggal, mert, mert ezt is így megfigyeltem magamon, hogy, hogy mindig, mindig, így az adott helyzetben derül ki, hogy, hogy éppen kinek mire van szüksége, és, és valamikor tényleg így ott van, hogy, hogy behozzak egy-egy eszközt, vagy, vagy megosszak valamit, és ugye ezért ez nem teljesen fér vele mindig így a coaching kerület, keretekbe, úgyhogy, úgyhogy, hát így, így alakult ez a része az utamnak. Meg ami egy ilyen újabb terület, ez a business coaching, szóval ugyanúgy szerintem Igen. az a jó, hogy ahogy, ahogy, ez a dolog elindult, most így összefonódni látszik, és hogy válasz így egyénileg is business mentoring folyamatokat. Ami így fölmerült bennem kérdésként, hogy ugyebár a lelkesedés ez egy nagyon-nagyon fontos hajtóerő, és amikor Nyilván én ezt így látom az irodában, de szerintem az így fölmerület kérdésként, hogy egyébként mikor érzed magad így leginkább flóban? Hmm, jó kérdés. Igazából két dolog lelkesít nagyon, amikor így megalkothatok valamit, de ez, ez, így minden területen, tehát hogy ez, ez nem csak feltétlenül a bizniszben, hanem, hanem akár így a magánéletben, és amikor, amikor így ott van ott van az a pont, hogy jön egy ötlet, és akkor ezt így megvalósítom, uhum. és akkor felépítem, megtervezem, elkezdek researchölni, és aztán elkezdem úgymond így csinálni a lépéseket. Ez így elképesztően lelkesít mindig, és, és ez tényleg olyan, mint egy ilyen tűz lenne bennem, ami így ilyen tényleg kiapadhatatlan, és ilyen hatalmas energiát ad. A másik, ami nagyon érdekes, a nagyon-nagyon szeretek problémákat megoldani. <laughs> és, és az lehet, hogy furcsa hangozhat, de nekem az egy elképesztő lelkesítő dolog, amikor káosz van, vagy valami úgy nagyon-nagyon nem működik, és akkor felfedezhetem, hogy mik azok a pontok, ahol elcsúszik az adott történet, és akkor azokra megoldást találhatok. És, és ez akár, akár tényleg így szintén ugye a magánéletben is, meg, meg az üzleti életben is megjelenik, hogyha, hogyha jön egy probléma, vagy egy nehéz helyzet, akkor általában bennem nem az kapcsol be, hogy ó, de borzalmas, jaj, most mit fogunk csinálni, hm. hanem elindul egy ilyen lelkesedés, hogy ú, azt a, akkor ez most egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy itt valamit még jobban csináljunk, vagy tényleg így, így olyan helyek, helyekre jussunk el, ahol, ahol amúgy még nem voltunk. És ezt abszolút látni is, mert, mert szerintem amikor te megérkeztél, akkor az elég nagy káosz volt, mert, mert nyilván ez a nagyon nagy növekedés azt hozta magával, hogy bár én azért próbáltam így a rendszereket így up-to-date tartani, de mindent hát akkor átkezdtünk el növekedni, Igen. hogy, hogy amellett, hogy még a dolgokat csináljam, ez egy Igazából ez is volt így az első projekt vagy feladat, amin elkezdtünk együtt dolgozni, hogy kialakítsunk valami olyan kereteket a munkához, amihez így csapatszinten tudjuk tartani magunkat, ugye bár bevezettük a, a Notion nevű kis appot, amit nagyon szeretünk, hogy így az információval egy lapon legyünk, és én ezt mindig szeretem, hogyha valamilyen ötlet van, akkor te erre nyitott vagy. És hogy nem az van, hogy ja, az hülyeség, vagy így ellenállásba mennél, hanem még hogyha lehet, hogy éppen aktuálisan nem is értesz vele egyet, akkor is azt mondod, hogy de menjünk és fedezzük fel. Mm. És most, amit mondasz így a problémák kapcsán, hogy érdekes, mert például sok esetben, ahogy én megfigyeltem, hogyha van valamilyen váratlan helyzet, valamilyen stressz helyzet, van olyan, amikor valaki totál beszűkül a tudata, és akkor szétesik, meg valaki olyan, aki azt mondja, Oké, okay, basszus, itt a helyzet menjünk, daráljuk és csináljuk, és ezt tök jó látni, hogy azért nekünk, és sokszor vannak váratlan dolgok, vagy sokszor amikor volt. szerveztük a lehetőségek napját, ott is csomó váratlan dolog volt, és ez egy mindig tök jó látni, hogy hogy téged is, ez ezt így felpörget, meg visz előre, hogyha valami ilyen. van, és ezt én is és én is úgy vagyok, hogyha ilyen helyzet van, oké, okay, ez van, menjünk tovább, oldjuk, meg csináljuk, meg hozzuk ki belőle a legtöbbet. És hát és ez nagyon tud előre vinni. És neked egyébként vannak olyan dolgok, amik. Inkább arról az oldalról kérdezem meg, hogyha, hogyha mondjuk nem lenne benned semmilyen ilyen félelem, akkor mit valósítanál meg? Hmm. Jó kérdés. Milyen olyan dolog van, vagy nyilván ez így a beszélgetés közben is kiderülhet, csak ez. Azért szeretem ezt a kérdést, mert úgy kivisza megszokott dologból. És én is azt veszem észre, hogy hajlamos vagyok, Ugyanazokhoz az ötletekhez, gondolatokhoz visszatérni, mert az kényelmes. És úgy persze azért mi is beszélgetünk itt, hogy komfortzónából való kilépés, meg ilyenek, de mégis azért vannak olyan dolgok, amelyek nagyon félelmetesek. Mondok egy példát, mondjuk, hogy nekem mi az, ami félelmetes. Nekem annyira félelmetes, például elengedni azt a nem tudom, területet vagy pozíciót, amit most csinálok a dikolet.com-nál, hogy így, így mindent összefogok, meg hogy működjön a marketing, és egyszerűen csak átmenni tényleg abba a szerepbe, hogy, hogy a bizniszt építeni, mert, mert az két külön dolog. Szóval az, hogy ha van valakinek egy vállalkozása, az még nem jelenti azt, hogy mondjuk ő egy üzletember vagy üzletasszony. És nekünk is sokszor van az, hogy beleragadunk bizonyos feladatokba, beleragadunk bizonyos pozíciókba, és akkor az szerint határozzuk meg magunkat, mint például akár én, hogy nem tudom, marketinges, vagy érdekezekhez ezekhez a digitális dolgokhoz, de viszont érzem azt, hogy, hogy tudok benne fejlődni, kényelmes, de van ezen túl valami, és ott van ez a belső hívás, hogy inkább elmozdulni abba, hogy hogyan tudjuk azt megcsinálni, hogy még indítunk, vagy felvásárolunk más cégeket, és inkább ezt a vonalat felfedezni, hogy a nicolett.com egy olyan, vagy amit hárman csinálunk, egy olyan globális brandi, egy olyan globális cég tudjon nőni, ami, most példát mondok, lehet, hogy lesznek edzőtermeink, mert mindig ezt látjuk, és erről már hárman is beszélgettünk, így Nikolette megén, én, hogy, hogy látjuk azt, hogy hogy miért csinálják sokszor ilyen bénán a szolgáltatásokat, és még úgy is megy a biznisz. És azok a területek, amelyek érdekelnek minket, például ilyen a fitness mert te is nagyon de arra, hogy mit étkezel, meg mindig tök jó látni, hogy hozod a -e szépen bedobozott tételeket és a hűtőbe. Ahogy ti is, igen. igen, és ez is profizmus szerintem, mert nem a, a randomságra bízzuk azt, hogy mit fogunk enni. Vannak olyan napok, és nekem is van olyan Persze, napom, amikor, igen. amikor nincs meg, amikor szétesik ez, és, a Igen, az mondjuk már mostanában szerencsére kevésbé, de az is mindig, nem tudom, workshopokkor szokott jönni. És szerintem az, hogy vannak olyan napok nekem is, amikor úgy nem tudom, nem tudom úgy megoldani, és rohanok, csak bekapok valami falatot, és akkor megyek tovább. És, és nyilván ezt a profizmust így, így minden területen, és erről szoktunk beszélgetni, hogy, hogy, mi lenne, mi, mi nem csinálhatnánk akár egy légitársaságot? Miért ne csinálhatnánk akár egy valamilyen fitness céget, vagy egy hotelt? hogy ne limitáljuk le magunkat ott, hogy mi tudatossággal és önfejlesztéssel foglalkozunk. Igen, ez szuper jó, és ezt nagyon élvezzük, meg szerintem, hogyha ha csak egy dolgot lehetne választani, akkor valószínűleg ezt választanám, de azért látni azt, hogy nekünk így a nicolette.com-nál nem a online tanfolyam, nem, nem, csak az online tanfolyam, nem a élő tanfolyamok a termék, hanem az, ahogy működtetjük Igen. ezt. Szóval az a, most megint ide térünk vissza, az a profizmus, az a rendszerezettség, az, hogy, hogy valaki bejön ide, vagy például ez sokszor volt, hogy valamilyen partner elkezd velünk együtt dolgozni, és le van döbbenve, hogy Jézus Mária nálatok, így mennek a dolgok, mármint, hogy ilyen profén, és ugyanúgy, amikor még Nikolett egyedül csinálta, és neki is olyan profi elszámolásai, olyan profin működött minden, és ezt nyilván, ez az eszenciája, de viszont ahogy mi bejöttünk ide, ezt tovább tudott fejlődni. És ez volt szerintem izgalmas látni, hogy hogy hogyan tudunk mindig valami újat létrehozni, és kilépni ebből a gondolkodásból, hogyha nem lenne ott ez a félelem, akkor mit tudnánk létrehozni? Itt most pont az jött fel bennem, amit, amit mondtam, is neked egyik nap, ami egy kicsit furán hangozhat, de. De hogy bennem van egy olyan érzés, hogy, hogy így, hogy mindegy, hogy mit hozunk létre, és hogy pont azért, mert ez a hogyan a lényeg. Tehát, hogy most ezek közül a projektek vagy célok közé igazából bármit választunk, hogyha ott van ebben ez az eszencia, ez a hogyan, ami mindent működévé tesz, akkor, akkor tényleg azt a teremtést, azt a lelkesedést, azt a profizmust bármibe bele tudjuk tenni. És így talán ezt mondanám, hogy hogy ez az, ami most engem lelkesít, amiről így is sokat beszélünk, hogy vagy tényleg egy olyan területeken próbáljuk ki magunkat, akár így céges szinten is, ahol eddig nem jártunk és kísérletezni, és és tényleg így, így folyamatosan így a határainkat kitolni. Mert igen, ezzel abszolút egyetértek, hogy hogy így könnyű belemenni ebbe, amit én ilyen operatív darálónak hívok, hogy tudod, hogy szóval így jön egyik feladat a másik uh -huh. után, egyik nap a, a másik után, és ez még úgy is előfordult, hogy az ember imádja, amit csinál. Hiszen ugye feladatok akkor is vannak, és, és inkább ez egy ilyen létállapot. Amir, amiről ugye szintén sokat beszélünk, hogy hogy ebben néha úgy beleragad az ember, én is ugyanúgy sokszor beleragadok, uh -huh. de aztán mindig egy idő után jön egy olyan érzés, hogy itt van valami több, itt uh -huh. van valami más, akkor általában akkor szokott lenni, amikor így elkezdünk beszélgetni dolgokról, hogy oké, okay, akkor még mit lehetne létrehozni. Uh -huh. És így a rendszereket, meg így az élet, mindennapos életeket tekintve, mi az, amit mondjuk például minden nap megteszel magadért? Szóval mik azok a dolgok, amik, amik, amik ott vannak minden egyes napodban? Mm. Ez most egy ilyen apróságnak tűnik, de például egy reggeli pár perces mobility mm. az, ne, az nekem egy olyan dolog, ami, ami úgy, 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 tényleg így megolajozza a napot, és az annyira pici, meg egyszerű dolognak tűnik. Hogyha valaki esetleg nem tudna, hogy lényegében átmozgatod a testet. Ja, igen, igen, igen. <laughs> bocsán, igen. Tehát, hogy, hogy egy ilyen, igazából a jogához hasonló, mm. ilyen rövid átmozgatás. Illetve amire nagyon-nagyon amire figyelek, hogy, hogy az étkezésem mindig olyan legyen, ami örömet okoz. És például egy, egy ilyen kicsi dolog, és hogy, én és hogy nem, is, nem is úgy mondanám, hogy feltétlenül arra törekszem, hogy ez százszékosan tökéletesen egészséges legyen, sokkal inkább hiszek az én intuitív étkezésben, És így mindig, mindig azt hiszem észre, hogy ha tényleg így a, a testemmel, az egészségemmel törődök, hogyha ez rendben van, akkor tényleg így a teljesítőképességem, a fókuszom, tehát hogy minden. 1000%-osan megnövekszik, <coughs> és ugyanúgy a másik oldalon is, hogyha ezt a részt elhanyagolom, akkor meg szépen elkezdem ennek látni a hatását. És azért azt mondanám, hogy szerintem bárki bármit szeretne létrehozni, vagy elérni az életben, ezekben az apró dolgokban kezdődik minden, hogy tényleg az idegrendszere egy nyugalmi állapotba tudjon kerülni a nap végére, legyen ott egy kis mozgás, vagy, vagy akár, akár több mozgás is, aki ahogy meg tudja oldani, az rendben legyen, és nekem ez ad egy olyan alapot, amiben boldognak, meg nyugodtnak érzem magam, egy ilyen folyamatos, stabil pont, és igazából én azt érzem mindig így az életem, hogy ez amikor így rendben van, akkor, akkor onnan tudok építkezni. És amikor meg nincs, akkor az ugye elvonja a figyelmemet, akár hogyha van valamilyen testi tünet, vagy bármi más, ami kiütközik. Ez olyan, mint egy ilyen lefelé, meg felfelé tartó spirál, és én is abszolút észreveszem azt, hogyha például sokáig vagyok bent az irodába, mert nem tudom, valamit éppen összerakok, vagy jön az inspiráció, akkor mondjuk elmegyek aludni éjjel kettőkor, de reggel ugyanúgy fölkelek a megszokott időpontba, kevesebbet alszok. Oké, kevesebbet alszok, akkor kevésbé megy jól az edzés. Nem tudom úgy oda tenni magam, akkor elkezdek kevesebbet enni és ez az egész kezd így lefelé menni, és ugyanúgy, Igen. amit mondasz, hogy viszont van ezt fölfelé tartó, tartó spirál, és hogyha, és szerintem ez onnan kezdődik most is, amit megosztottál meg én, és ahogy gondolok, hogy a testi dolgokra odafigyelünk. Szóval, mert ha jól működik a testünk, akkor, akkor nem fog minket megzavarni a teremtésbe, meg a könnyed létezésbe. És nyilván nekem is a jóga az egy nagyon hosszú ideig az életem része volt, és a, ugyanúgy a meditáció is, de a meditáció az inkább már nem egy olyan dolog lett, hogy leülök és csinálom, hanem úgy bármikor jelen tudok lenni, meg bármikor vissza tudok térni ahhoz a középponthoz. És én is azt vettem észre, hogy ha ezek a dolgok rendben vannak, akkor teljesen más dimenzióba lehet teremteni, és amit én hát nagyon imádom ezt a témát, úristen, ez a high performance. Mm. Ez a csúcs teljesítmény, Igen. és van is egy ilyen napló, ez a High Performance Planner, az pont neked is megvan. Igen, de még nem figyel. kezdtem el. Nem. <laughs> Nagyon izgatott vagyok, hogy mikor én is most vettem nemrég, vagy ott volt már régebb ott egy ilyen Productivity Planner, és én ezeket imádom, de ezek olyanok, hogy... Szóval nem azt imádom. Régebben azt imádtam, hogy például kitöltöttem egy ilyen Productivity Plannert, és ilyen, ilyen cselencsként tekintettem rá, hogy annyira következetes voltam magammal, meg az életemmel, hogy azt mondom, hogy wow, ez durva. Most viszont inkább így fűszerként használom, hogy vannak olyan napok, amikor itt na, jobban oda kell raknom a fókuszomat, és jobban figyelni kell rá. Emellett meg tényleg tudok ebbe az energiakövetésbe is létezni, és ebbe a high performance témába mindig onnan kezdődik, hogy aludd ki magad, mert akkor Igen. ki van simulva az idegrendszered. Egy ilyen rendes kajákat, mármint olyanokat, amik feltöltik a testedet, és amelyek a te testednek jók, nem amit a, nem tudom, valaki mond, hanem, hanem hangolódj rá, hogy mi kell a testednek. Mert úgy teljesen más lesz a mentális fókuszod, úgy kevesebb időből sokkal többet tudsz kihozni, és én is látom azt, hogy ha elindul ez a lefelé tartó spirál, konkrétan kétszer annyi ideig tart megcsinálnom egy feladatot. És sokszor mm. ezek az ilyen apróságok, de ezek már inkább ilyen, ha nagyon tovább megyünk ezen például, az irodába álló asztalnál dolgozunk az időnek a nem tudom felébe mondjuk. És ez is nagyon hozzátesz, és én is már évek óta így dolgozom, hogy van egy ilyen automat elmelős asztal, és akkor fogom magam, benyomom, fölállok, és akkor úgy csinálom. Vannak bizonyos dolgok, amelyeket például e-mailezés, meg ezeket a darálókat, azokat szeretem állva csinálni, az ilyen jobban elmélyülős dolgok, vagy hogyha írok, már mint ilyen cikket, vagy blogposztot, vagy valamit ahhoz meg mondjuk leülök. És szerintem mindenre kihat továbbra, is ez a lényeg, hogy az, hogy profizmus, ez nem csak azt jelenti, hogy szépen meg tudsz írni egy e-mailt, meg nincs benne helyes írás, uh -huh. hanem ott is, hogy, hogy előre fölkészülsz, és én is azt amikor még egy életemnek volt egy olyan szakasz, amikor ez a produktivitás ilyen nagyon-nagyon-nagyon fontos topik volt, és még egy blogot is vezettem róla, akkor én mindig úgy csináltam, hogy mindig előző este terveztem meg a következő napot, de nem úgy, hogy percre pontosan, mert a rövid időn belül rájöttem, hogy ez nem működik, hanem igazából csak annyit, hogy egy kicsit átgondoltam, mi a legfontosabb dolog, amit honlap mindenképp el kell végezni. Mi az, ami most már azért ezt másképp fogalmazzuk, meg most inkább úgy mondjuk, hogy hogy mi az, ami, nem tudom, legjobban megmozdítja a dolgokat, mi az, ami legjobban előre viszi a dolgokat, mi az, ami pingel nekünk, mi az, amit érdemes megvalósítani, és hogy most már ez másképp működik, és ez úgy integrálódott az életünkbe, és pont ez, hogy ahonnan indultunk, hogy nem valami, amit csinálunk, hanem amit, amit létezünk, és persze annak nehezebb szakaszok is, de nagyon jó így élni, hogy, hogy tényleg ott van az, hogy, hogy rend van az asztalodon, rend van a lakásba. És tényleg ad egyfajta ilyen, nem tudom, egy megnyugvást, és tudok úgy is létezni, meg tudunk úgy is létezni, hogy nem tudom. Vannak kupisabb napok, de azért mégis jó ehhez visszatérni. Ugyanúgy, hogy egy cégnél is, ha rendben vannak a dolgok, akkor az azért látni. És nem az, van, hogy fejetlenség van, mert hát mennyi olyan cég van, ahol ami, aki profinak néz ki, de aztán szerintem az már elfogadhatatlan, hogy ír nekünk, vet fel a kapcsolatot, és 48 órán belül munkanapokon visszajelzünk. Hát Igen. ez csak egy példa sok közül, csak hogy ez szerintem mindenben megmutatkozik, és most, mostanában ért véget a nagy átalakulás online program, és ott is rengeteg visszajelzést kaptunk arról, hogy srácok, ti nagyon profik vattok. De így minden is. Az is, hogy például hogy a Nikolett megtartja a workshopot, ott is fontos, hogy jó legyen a kép, jó legyen a hang. Olyan a tartalom is benne. De ugyanúgy, Igen. ahogy eljuttatjuk az emberekhez, hogy a workshop után küldjük az e-mailt, profin ott van a felvétel, egy gyönyörű online felület fogadja őket. Hát, ha bármilyen kérdésük van, jelez az ügyfélszolgálat. Hogyha valamilyen partner ír nekünk, akkor vagy jogi ügyeket kell intézni, akkor te azonnal ott vagy intézet, gördíted előre, és, és, ez ilyen. Így most, ahogy beszélgetünk róla, ez csak így most jön elő, hogy én is úgy így ráhangolódok, és megnézem az energiát, akkor azt tudom mondani, hogy wow. Hát és innen pedig mi mást lehet még létrehozni, ami mondjuk ebből tud táplálkozni, mert mi van, hogy hogyha tényleg meg tudjuk reformálni a, a, a health iparágat, az egészségiparágat. Wow, Mert nekünk is tök nagy probléma volt az, hogy honnan rendeljünk minőségi kaját. Mert vagy nem olyanok a makrók, vagy. És ez lehet, hogy valakinek furán hangzik, hogy Jézus már ilyen problémáitok vannak, de hogy egy adott pont után számítanak. Rengeteget, ezek. Számít, Rengeteget számítanak ezek is. Megint ez sok apró dolog összeadódik, és ha valaki most szeretné elkezdeni, Úgymond összerakni az életét, akkor nyilván nem a makrókkal kell kezdeni, hanem vannak ott fontosabb dolgok, hogy nem tudom, lehet, hogy nem érdemes este az ágyba nyomkodni a telefont, vagy reggel rögtön ébredésnél nyomkodni a telefont, vagy tévét nézni, vagy nem tudom bármit, és megint, hogy az se rossz, mert valamikor én is nyomkodom este a telefonomat az ágyba. Annak Te... is abszolút megvan a helye, csak ugye igen, nem, nem mindegy az arány úgy összességében. Igen. Igen, és szerintem ez, hogy, a, hogy, hogy mondjam, az idegrendszerünkkel mit kezdünk, mert én is látom az, hogyha például este nyomkodom a telefonomat, akkor már másfajta az alvás, és ezáltal, hogy másfajta az alvás, másképp kelek föl reggel, lehet, hogy reggel is hajlamosabb vagyok arra, hogy elkezdem nyomkodni a telefonomat, akkor már a munkában nem, Vagyok olyan fókuszált, már nem tudok, nem tudom olyan gyorsan választ adni valamire, szóval, ja, durva az érze, téva, hogy milyen mélysége van. Ez hát abszolút, absz és, és tényleg így, így nagyon érdekes az, hogy, hogy akár így céges szinten, meg, meg így magánéleti szinten, például, amit én nagyon becsülök bennetek is, Nikolettel, hogy, hogy soha nem féltek visszamenni az alapokhoz. És például ez nagyon érdekes volt, hogy amikor így el is kezdtünk együtt dolgozni, hogy, hogy volt egy nagyon nagy növekedés a cégben. És hogy, és hogy, ott volt mind a kettőtökben az a vágy, hogy jó, akkor menjünk vissza az alapokhoz is akár, és mindent a lehető legjobban csináljunk meg, hogy a lehető legstabilabban álljanak össze a dolgok, és tényleg a legapróbb folyamatokig. És így érdekes tudod, mert én is azt látom így sokszor akár ismeretségi meg úgy a világban, hogy, hogy így ez valahol egy tényleg egy ilyen, most, mostani úgymond trend, csúnya szóval fogalmazni, hogy hogy nagyon nagy sietséggel, gyorsan akarnak haladni az emberek, de úgy, hogy az alapok nincsenek rendben. Uh -huh. És ezért nagyon-nagyon örülök, hogy ezekről beszélgetünk, tényleg így, akár így a magánéletben is, meg céges szinten is, mert, mert ez fontos megérteni, hogy nem fogsz tudni haladni, nem fogsz tudni hatalmas dolgokat létrehozni, amíg az alapok nincsenek rendben. És az alapokat én most olyan módon mondanám, hogy hogy, hogy, ismerd magad, vagy legyél jelen, kövesd az energiát, mert nem azon fog múlni, a sikerül, hogy nyomkodod el a telefonodat, vagy nem. Mert, mert sok más dolog is van, és szerintem az, hogyha, hogyha megvan bennünk ez az erős hajtóerő, hogy létrehozzunk izgalmas dolgokat, akkor, a többi az így lényegtelenné válik, és tényleg nem releváns, hogy, hogy most van-e van telefonnyomkodás, vagy van-e, nem tudom, férekajálás, vagy bármi ilyesmi, hanem azok mind hozzátesznek az életünkhöz, és sokkal inkább ezt szeretném kihangsúlyozni, ha ezek az alapok rendben vannak, akkor utána bárhogy játszhatunk, és lehet, hogy valakitől attól nem fog az érdekelni, hogy, hogy nem tudom, korán kelljen fel, és hatékony legyen, vagy hogy nem tudom, edzen, és ott döntsön rekordokat, de milyen más módokon tud ez megnyilvánulni az életébe? Lehet, hogy több időt tud, több minőségi időt tud a gyerekeivel tölteni, lehet, hogy több időt tud kint lenni a természetbe. Szóval ez szerintem pont ez a szép, hogy bármi megvalósulhat ebből, ezek alapok rendben vannak. Igen, és itt pont ez jött föl bennem, amiről így még az elején beszélgettünk, hogy, hogy mindenkinek az életébe így megnézni, hogy hol csúszik el a dolog. Na, ez, ez, nagyon jó, amit behoztál, hogy, hogy nincs egy ilyen tökéletes terv, hogy akkor nem tudom, mikor feküdj le aludni, mikor kell, nem tudom, hányszor sportolj, mit tegyél, hanem mindenkinek van egy ilyen egyéni csomag, ahol lehető legjobban tud funkcionálni, akár így a magánéletében, vagy akár így az üzleti életben, és szerintem erre fontos, hogy ne sajnálja az ember az időt, hogy ezt felfedezze. És van olyan dolog az életedben neked, amit most úgy szeretnél megváltoztatni, vagy optimalizálni? Igen, igen, abszolút. Most nekem ilyen az edzés, meg a sport, mert az utóbbi ö, időben, így kb. az elmúlt egy évben, én ugye nagyon nagy fókuszt fejeztem arra, hogy hogy tényleg így akár a munkában haladjak előre, meg, meg képeztem magam elég masszívan, és ez ugye oda, oda annak a róására ment, hogy kevesebbet tudtam így a sporttal, meg az edzéssel foglalkozni, ami például nagyon-nagyon fontos nekem. Úgyhogy nekem most ez egy ilyen terület, ami nagyon-nagyon ami mm -hmm. lelkesít. A másik meg a, a biznisz oldalán, még ezt nem tudom, hogy hogy fog megnyilvánulni, de úgy, de úgy érzem magam, hogy, hogy így szeretnék tényleg így olyan dolgokkal foglalkozni, amikkel eddig még nem foglalkoztam, és így, és így tényleg így tágítani a határaimat, hogy, hogy mi az, amit meg tudok csinálni, mi az, amit létre tudok hozni, akár olyan területeken, amire most nem is gondolnám, hogy, hogy értek hozzá. És például nagyon érdekes, hogy hogy én nagyon-nagyon szeretek például a marketing míteken is, és ott lenni, én például abszolút, úgymond így nem értek a marketinghez, sose, ö, sose tanultam ö, úgy mélyebben, és, és például ez is nagyon-nagyon izgalmas, hogy nekem egy, egy külön ilyen, ilyen, inspiráció ott lenni, és akkor, és akkor tudod így belelátni egy olyan dologba, ami alapból nem a szakterületem, uh -huh de úgy mégis én nagyon-nagyon hálás vagyok például neked, hogy, hogy te is mindig hívsz ezekre a meetingekre, és akkor, és akkor egy ilyen teljesen más területen is úgymond így megnézhetem, uh -huh. hogy mi az, amit létre tudok hozni, vagy hozzá tudok járulni. Hát ami szerintem egy ilyen izgalmas téma most legalábbis így nekünk, ez a, hát úgy a HR, hogy tényleg a csapatot bővíteni, és hogy itt is van valami. Szóval ezt szerintem mostanában kezdtük el így inkább fölfedezni, hogy most tényleg szeretnénk tovább növelni a csapatot, és hogy akkor olyan, hogy tudjuk akár megszólítani azokat az embereket, akik, akik hasonlóak, mint mi. Szóval ahol, amikor nem, mert azért mostanában nagyon sok ilyen virtuális asszisztenses interjúnk volt, ahol, ahol asszisztensekkel beszélgettünk, mert szeretnénk, hogyha valaki itt céges szinten támogat minket, bármilyen kisebb apró feladat van, hogy meg tudja oldani, és tényleg az volt a durva, hogy hogy mennyire nem nem profik. És megint, szóval ez nem egy élet szerintem. Szóval nem az van, hogy jaj, nem tudom, mert szépen meg van csinálva a weboldaluk, de mégis energiában nincs meg az, amire azt tudjuk mondani, hogy helyes. És 2024-ben nekünk ez egy, egy ilyen nagy váltás, Igen. hogy ami egy talán, az egy nem. Csak azzal megyünk tovább, mert azt tudjuk mondani, hogy helyes, és én is úgy vagyok, hogy inkább ott vagyok és megcsinálom addig, amíg nem találjuk meg a megfelelő embert, mert hosszú távra tervezünk. De szerintem ez is egy kulcs, hogy ez az egész nem arról szól, hogy most jaj, gyorsan építsük fel, hanem hanem építsünk valami olyan dolgot, ami még akkor is fog működni, és még nagyobb lesz és tud növekedni, amikor mi már nem leszünk itt. Mm, igen. Hogy mi ez, az majd úgy is kiderül a folyamat közben, de szerintem ennek a fölfedezése izgalmas is. Nekem tényleg azért nagy álmom az, hogy például ezt olyan, olyan szintekre el tudjuk vinni, hogy például egy hónapig nem is kell bekapcsolódni a céges dolgokba, és még közben is növekedik. Közben is right. új emberek vannak, hogy például bejössz a cégbe, nem biztos, hogy ez egy fizikai iroda lesz, hanem lehet, hogy egy globális virtuális hálózat, ahol ha belépsz, és akkor meglepődsz, hogy wow, milyen durva és profi emberek dolgoznak itt, és fogalmam sincs, hogy ez hogyan tud megvalósulni, meg most bárki mondhatná nekem, hogy így és így kell, én annyit mondok inkább, hogy fedezzük fel ezt a izgalmas területet. Hát abszolút, fedezzük fel, nagyon izgalmasan hangzik. Hát nagyon köszi Kriszti, hogy megosztottad ezt a sok-sok jó dolgot, meg hogy így Örülök, hogy tudtunk erről ilyen formában is beszélgetni, meg hogy van erről felvétel, mert tegnap tényleg, amikor elkezdtem, amikor vettük fel ezt, veszük fel ezt az epizódot, akkor pont az előző valónap volt egy ilyen jó kis beszélgetésünk erről, hogy hogyan tudnánk ezt átadni az embereknek, hogyan tudnánk megtanítani őket erre, és nem arra, hogy, hogy legyen profi, hogy erőszakolja meg magát, és legyen profi, hanem ha valakibe ott van ez a belső hívás, hogy szeretne fejlődni az élete minden területén, és az legyen szó a helyes írástól kezdve az edzésen át, a kajakészítésen keresztül, a biznisze növeléséig, bármi, hogy hogyan tudunk ebbe támogatást adni, és dolgozunk most egy izgalmas dolgon, ami szerintem ilyen, mondjuk ilyen február közepén már azért be tudjuk mutatni. Igen, ez engem is nagyon lelkesít, de hát most akkor még nem osztunk meg erről a részleteket. Igen, majd jövünk a részletekkel. Nagyon köszönöm neked, Kriszti, meg köszi a hallgatóknak is, hogy itt voltatok végig, és hogy meghallgattátok. Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!